Sziasztok, a nevem Szász Tibor, és a Titanium Accelerator, az Accelerator cég Titanium projektjét szeretném nektek bemutatni. Én egy Cloudek nevű zenekereső és felhasználó szolgáltatást fejlesztek, és emiatt ennek a mobil verziójához kerestem mobilos megoldást, ami cross-platform működik, és azt gondoltam, hogy a PhoneGap az tökéletes lesz, mert a JavaScriptben, HTML-ben, meg CSS-ben fejlesztem mobil appot, tehát a legkirályabb dolog, és ez mindenhol működni fog. Azt nem voltak nagy igényeim, annyit szerettem volna elérni, hogy tudjak audio streamelni, meg listákat scrollozni. Na, ebből az audio streamelés az nem igazán működött, mert nem tudtam lekérdezni a bufferelt időt előre, ezért meg kellett hackelnem a frameworköt, de úgy gondoltam, hogy ez nem igazán fog működni hosszú távon, ezért kukáztam. Aztán jött az Accelerator, valaki meg sem tudta, hogy fussa fel egy kört, és ugyanaz a szívás lett vele, sajnos, mint ez sem tudta pontosan ugyanaz, de legalább a user interface az natívan fog elkészülni, ami sokkal jobb user experience élményt fog jelenteni, és ezért úgy döntöttem, hogy mégis ennél fogok maradni, majd mindjárt mondom miért. Aztán elgondolkodtam, hogy biztos jó ötlete így fejleszteni, nem lenne jobb natívan dolgozni, és úgy éreztem, hogy de, viszont nincsenek meg az erőforrásaim, meg szeretném felgyorsítani a jövőben a reagálás az igényekre, mindenféle platform, azért mégis inkább emellett döntöttem, és jobb is a közös kódbázis különböző platformok között. Ezért döntöttem igazából mellette, mert 2006 óta fejlesztik, tehát van egy valószínűleg nem fogják két nap múlva abba hagyni, már egy erős 150 fős cég áll mögötte, dokumentációja elég korrekt, és több 150 ezer fejlesztő és 50 ezer app miatt olyan tudásanyag halmozódott fel a neten, amiből már bármilyen kérdéssel viszonylag rövid időt meg lehet találni a választ. Nem készül annyi platformra, mint a PhoneGap-el, de van Titanium, vagy Android, iOS és HTML5 appot is tudunk belőle készíteni, tehát mobil weben. Készül a Windows 8, Windows Mobile és a BlackBerry 10 is. Ingyenes? Igen, tehát magányos harcosoknak tökéletes, cégek pedig perkálhatnak a különböző supportért és fejlettebb idejékért. Hogyan működik? Tehát a Titanium API-ja egy moduláris rendszer, ami egy proxyn keresztül kommunikál a natív objektumokkal, és így ezek passzolgatnak oda-vissza eseményeket, adatokat, stringeket, és így fog végig elkészülni egy natív user interfészünk. Ha mindent így most elhiszünk, akkor azt mondanánk, hogy ez egy tökéletes rendszer, és nagyon fontos a belső szépség, meg hogy így fest a helyzet, de a helyzet valójában így fest, mert van egy JavaScript API, ugye ebben van a üzleti logika megírva, de ez sajnos kicsit inkonzisztens különböző platformok között, tehát van, ami csak iOS-en működik, van, ami csak Androidon, ezt nagyon alaposan meg kell nézni a doksiból, és van egy Alloy XML nevű megoldásunk, ami gyakorlatilag egy MVC megközelítéssel akar nekünk támogatást adni a fejlesztés, ez gyakorlatilag egy framework a frameworkön belül, és jó dolog, csak én még nem voltam elég bátor, hogy kipróbáljam. Így néz ki egy Hello World app, ami gyakorlatilag ez a ti.ui objektumok keresztül tudunk létrehozni mondjuk egy ablakot. Ehhez csinálunk egy text wrappert, amivel hozzáadunk egy szöveget, és a kettőt végül összekötjük. Érdekesség a HTML-höz képest, vagy a HTML-hez képest, hogy itt nem bal felső sorokba kerülnek be a textek, hanem középre lesz rendeződve, ez kicsit más megközelítést igényel, de meg lehet szokni. Van például komolyes támogatás benne, ami be tudunk töltegetni különböző állományokat tök alapból, de nincs benne defense, szóval ezt valaki magyarázza meg, hogy miért, mert így teljesen érthetetlen. Kicsit át kell strukturálni miatt a fejlesztést. Az Alloy XML nevű megközelítésük, ez egy hasonlít a HTML-re, onnan emeltek át ötleteket, CSS-t is ripoffolták, tehát van ez a DSS nevű megközelítésük, ami gyakorlatilag CSS, és külön szót érdemel még szerintem az IDEA, ami egy Eclipse alapú rendszer, ami nem rossz, de ami az Eclipse szájára, az itt is elő fog jönni. Ami külön tetszett benne viszont, ez a dokumentáció be van integrálva a különböző objektumok létrehozásához, vagy létrehozásakor el lehet érni különböző részleteket. Ez tök hasznos, nem kell a dokumentációt bújni, és ha meg akartok jegyezni pár ilyen kulcs üzenetet a keretrendszerről, akkor az van, hogy ha valamilyen bizonytalan fajtok, hogy mit használjátok a button user interface elemet, és a view-k, azok a
HTML alapú fejlesztésnek a divjei. És az utolsó még az, hogy használjátok a legnagyobb közös osztót, tehát ami minden platformon biztosan működik, érdemesebb azokból építkezni, nem pedig a különböző amúgy fancy megoldásokat használni, hogy csak iOS sem működik, vagy csak Androidon, mert meg lehet csinálni őket kicsit több munkával. Hát, röviden ennyi lett volna, és az applikáción beta tesztelésében, hogyha tudnátok segíteni, az tökre díjaz, nem csak arra kicsi apró e-mail, hogyha küldtek egy beta teszt tárgyal egy levelet, akkor azt hamarosan megkeresek titeket és küldöm a APK-t. Köszönöm a figyelmet! Igen, ez egy hátrány a Phone Gap-el szemben, mert amíg abban próbálkoztam, az kb. 2-300 kilobájt volt, de azt hiszem, ez kicsit lejjebb tudom faradni, mondjuk 5.5 megabájtra. Amúgy nézegettem átlagos app méreteket, és az kb. 20-25 megabájt körül vannak az átlagos mobil appok. Kicsit sok alam az 5-öt, de szerintem ez még belefér. És volt, kérdezted ugye, hogy... egy olyan ha elforgatod a device-t, akkor reagálni fog persze, tehát van elforgatás, tudod detektálni. Hát én egy olyan megközelítést választok, hogy amikor elforgatom a készüléket, akkor egy több más layoutot fogok látni, tehát akkor csak egy minimális user interface fogok mutatni, ami a trackben tudsz keresgélni gyakorlatilag. Nem tudom, válaszoltam ezzel a kérdésre? Igen. Köszönöm. Ja, ez egy TSZASZ, tehát tsz@gmail.com. De egyébként kint lesz a meetupnak a Facebook-en természetesen. Teljesen el van kitalálva, gondolom nem jelentkezik senki. Köszönöm a figyelmet!